fontos látogatója a múzeumnak. Ajándékcsomaggal köszöntötte a múzeum igazgatója a Dino kiállítás utolsó, vagyis a 98.245. látogatóit. Az Ófölde-áki kecskeméti család tagjai régóta tervezték, hogy eljönnek megnézni a tárlatot. Tyrannosaurus Rex csontvázat tetszett, nagyon életű volt, és visszaadta a nagyságát a dinónak. Láttuk az újságból, kiállítást nyitnak az interneten, és akkor mondtuk, hogy bejövünk. Nem féltél, hogy lemaradsz róla? Hát, majdnem úgy volt, de aztán ideértünk végül. Voltam már itt egyszer, most vagyok még egyszer, és nagyon sajnálom, hogy elmennek a dinók. Vasárnap este a dolgozók vették át a terepet, és megkezdték a dinók szétszerelését. Van, ami még egy kosárlabdás múzeum pedagógusnak is magasnak bizonyul. A kiállítással 120 éves látogatottsági rekordot döntött meg a múzeum, mondta az igazgató. Legutóbb Munkácsi Honfoglalás című festményére voltak majdnem ugyanennyien kíváncsiak még 1898-ban. Elbontjuk itt magát a kiállítást, visszakerülnek ugye a ládákba a csontok, és elindulnak Finnország felé, utána pedig a múzeumnak a becsomagolása kezdődik, hiszen több mint 1 milliárd forintból fel fogják újítani az épületet, tetőcsere lesz, homlokzati felújítás lesz, kiállított terek újulnak meg, még a múzeum dolgozóinak is ki kell költözni az épületből erre a reményeink szerint közel egy évre. Tehát egy nagyon-nagyon komoly, tényleg a mondhatom nyugodtan, hogy a 60-70 év óta az egyik legjelentősebb felújítási munkálat fog kezdődni itt április folyamán. A felújítás után a múzeum várhatóan 2020-ban nyit majd ki újra.